Jó estét kívánok Önöknek, én Szilágyi György vagyok. Hadd kérjek egy visszajelzést így rögtön az elején azzal kapcsolatban, hogy hogy látnak, hallanak engem. Kérem, hogy a chat falra írjanak be egy számot 1-től 5-ig, jó? Az 1-es azt jelenti, hogy rossz a kép és hangminőség, az 5-ös jelenti azt, hogy minden rendben van. Kezdjük ezzel, hogy lássuk, hogy... Oké, eddig, amit kaptam, nagyon... Oké, rendben, köszönöm szépen, elég is lesz, úgy tűnik, hogy minden rendben van. És hát vágjunk akkor bele gyorsan. Bevezetőként hadd tegyek hozzá annyit, hogy köszönöm, hogy pontosak voltak, és eljöttek erre a mai estére. A meghívójuk talán valamit mondott már, hogy miről fognak ma hallani, viszont én hadd bocsássak előre néhány gondolatot azzal kapcsolatban, hogy miről is fogok én ma este beszélni. Meg hogy miért én beszélek erről egyáltalán, jó? Hogy miről fognak hallani, kezdjük azzal. Semmiképpen nem egy üzleti ajánlatot fognak ma hallani. Bármit is tudtak vagy gondoltak előzetesen erről a mai estéről, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjam. Semmiképpen nem üzleti ajánlatról lesz szó. Sokkal inkább saját magamról fogok beszélni, az arról, hogy én miért kezdtem el azt a dolgot csinálni, miért azzal a céggel kezdtem el csinálni, akiről ma este önök hallani fognak. Amit ma itt én elmondok önöknek, az az én saját meglátásom erről az egész dologról. Természetesen tényeket is fogok mondani, hiszen anélkül ez az egész talán nem lenne hiteles, de minden más egyéb az én elképzelésem, az én véleményem erről az egészről. Jó, ez fontos volt, hogy tudják. A másik dolog, hogy aztán majd, hogy ki mit csinál, ki mit kezd azzal az információval, amit ma én tőlem hallani fog, az mindenkinek a saját döntése lesz. Jó? Tehát ezt mindenki alaposan fontolja meg, aki először hall most erről a hát minek is nevezzem, üzleti lehetőségnek, akár lehet az is, de sokkal inkább egy olyan eszközt kaphat most mindenki a kezébe, aki a világ egyik legnagyobb trendjébe, jelenlegi trendjébe tud bekapcsolódni, és azt hiszem, hogy ez lesz a lényege a mai estének mindenféleképpen. És hát, hogy miről lesz szó, azt most nagyjából már tudják, miért én beszélek erről, még két mondatot hadd mondjak gyorsan. Én körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy most már egy picivel több, mint egy hónappal ezelőtt találkoztam ezzel a céggel, akiknek a nevét itt olvashatják, és magával a témával egyébként, amiről beszélni fogok, már sokkal régebben találkoztam, de végre most én is ennek a cégnek a segítségével, az India World-ről fogok egyébként beszélni, bekapcsolódhattam a világ egyik legnagyobb trendjébe, hogy hogyan, milyen módon, na ezt fogom ma este önöknek megmutatni. És képzeljék el, a fő téma, amiről beszélni fogok, hát az ez tulajdonképpen, azzal, hogy én elindultam ebben a dologban, egy pénzgyártógéphez jutottam. Elhiszik ezt nekem? Hát akár hiszik, akár nem, ez így van. Van önök között egyébként olyan valaki, aki szintén szeretne egy pénzgyártógépet birtokolni? Tegyék meg, hogy azok, akik így gondolják, hogy jó lenne egy ilyen gépnek a birtokosa lenni, írjanak be egy 10-est a chat falra. Jó, kíváncsi vagyok, vannak-e önök között olyanok, akik szeretnének egy pénzcsinálógépet, egy pénzgyártógépet. Na, van azért valaki. Oké, ez jó. Hát, Gizike, ketten vagyunk akkor ezzel a dologgal, úgy látszik a többieket ez nem érdekli. Biztos, hogy igen. Na jó, vannak, van azért más is. Jó, rendben van. Persze én tudom azt, hogy azért mindenki titkon szeretne egy ilyet, csak hát nyilván, amikor én erről beszélek, pénzcsináló gép, pénzgyártó gép, hát én azért mindenképpen egy legális dologra gondolok, ugye otthon pénzgyártani az azért nem egy szerencsés dolog, azt azért nem nézik jó szemmel, ugye nem hiszem, hogy elnézni nekünk bárki is, hogyha egy törvénytelen eszközöket kezdenénk el pénzt csinálni, én nem is ezt fogom megmutatni, hogy hogy kell ezt csinálni, én egy teljesen törvényes, legális lehetőséget mutatok önöknek, amivel önök is hozzájuthatnak egy saját pénzgyártógéphez, mint ahogy azt én tettem. Amikor én elkezdtem ezzel az egész dologgal megismerkedni, ahogy mondtam, én már régebben ebbe az iparágba bekapcsolódtam, kriptovaluta, erről fogunk ma beszélni. Szerintem önök már mind hallották ezt a kifejezést, én ebben biztos vagyok. Talán arról is tudnak, hogy ez most elég sok embert érdekel. Én is így voltam ezzel, és azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert azt láttam, hogy ebben nagyon-nagyon komoly lehetőségek vannak, már ami a pénzügyeket illeti, és én úgy gondoltam,
hogy ezen a területen, mivel azt láttam, hogy nagyon sokan, nagyon gyorsan sok pénzhez jutottak ezen a területen, azt gondoltam, hogy nekem is el kéne kezdenem valahogy itt tevékenykedni. Viszont azt találtam, hogy nem olyan egyszerű dolog ezt elkezdeni. Legalábbis vannak módszerek, amivel nem túlzottan könnyű, ráadásul elég sok pénz kell hozzá. Na hát én mindenképpen valami olyan módszert akartam keresni, amihez lehetőleg nem kell nagy szakértelem, hiszen én nem vagyok szakértő ebben a témában, és nem kell hozzá túlzottan sok pénz. De mielőtt úgy gondoltam volna, hogy na akkor oké, vágjunk is bele, mindenképpen pár dolgot tisztázni akartam magamban. Egyáltalán azt, hogy mi az a kriptovaluta, használható-e valamire? Hát az rendben van, hogy beszélünk itt az új pénzről, az internet aranyáról, meg nem tudom micsodák volt, de valljuk be őszintén, hogy sokunknak azért, ugye legalábbis a kezdeték kezdetén valami kevés fogalma volt arra, hogy mi is ez, eszik, iszák, mi a fenét lehet ezzel kezdeni. Na hát most már azért szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy rengeteg információ elérhető kriptovalutáról az interneten, tényleg nagyon-nagyon sok, magyar nyelven is rengeteg orgánum, internetes felület foglalkozik kriptovalutával, nekem is van egy blogom egyébként, ami ezzel foglalkozik. Én próbáltam információkat összeszedni, és azt nagyon szívesen megosztom másokkal is, akiket ez érdekel természetesen. És hát ha nagyon dióhéjban össze akarom foglalni, mi is az a bizonyos kriptovaluta, hát talán egy mondatban annyi, hogy digitális pénz, digitális fizetőeszköz. Persze azt azért hadd tegyem hozzá, ez nem teljes egészében fedi a valóságot, de azért talán egy jó megközelítése annak, hogy mi is ez a kriptovaluta dolog, és hát, hogy ez mennyire használható, vagy használható-e egyáltalán, hadd mondjak rá néhány példát. Ha körülnézek egy picit az interneten, és mondjuk a nagy, komoly webáruházakban akarnak vásárolni, a legtöbben már elfogadnak fizetőeszközként kriptovalutát. A bitcoinról biztosan hallottak már, a legtöbb helyen ezt fizetőeszközként már elfogadják, de sok más egyéb kriptovaluta is van. Egyébként a világon jelenleg körülbelül olyan 1400 féle különböző kriptovaluta létezik, vannak köztük olyanok, amik már régebb óta megvannak, vannak olyanok, amik egészen újak, de az biztos, hogy nagyon sok helyen már elfogadják őket fizetőeszközként, bármit meg lehet értük venni. És ez szó szerint értsék, bármit a, nem tudom én, a játék autótól egészen mondjuk egy Ferrari-ig, egy valóságos autóig elérhető, megvásárolható már akár bitcoin. Tehát valóban valóságos fizetőeszközként működnek már a kriptovaluták, nem mostanóta, hanem már régóta. Jó pár év óta ez már így van. Olyannyira használható a kriptovaluta és mondjuk a bitcoin, hogy Budapesten például már van bitcoin automata, amiből egy kártya segítségével, egy bankkártya segítségével tudunk pénzt levenni, vagy föl tudjuk tölteni a saját számlánkat, egy bitcoin számlát mondjuk a saját bankkártyánkról például tudunk vásárolni. Szóval valóban itt van a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban, és hát hogy mennyire ebbe az irányba tart a világ, hogy elfogadott és egyre inkább elfogadott fizetőeszköz lesz a kriptovaluta, csak néhány példa rá, vannak országok, ahol a hagyományos nemzeti valuta vagy deviza mellett már hivatalos fizetőeszköz a kriptovaluta, például Nagy-Britanniában, például Svájcnak van olyan tartománya, vagy olyan kantonja, ahol elfogadott fizetőeszköz, vagy mondjuk Szingapurban például nyugodtan az állam által elfogadott fizetőeszközként használják a kriptovalutát, és a világ ebbe az irányba megy, a legtöbb országban már elkezdődtek a fejlesztések ezügyben, a nagy bankok gyártják, hozzák létre a saját kriptovalutáikat, és az ok egyszerű, borzasztóan könnyen használható, nagyon gyors tranzakciók bonyolítható fele, szinte költségmentesen, vagy költségmentesen, nulla költséggel, és hát ezt azért be kell látnia mindenkinek, hogy ez lesz a jövő fizetőeszköze. Ezért én úgy gondolom, hogy hát amikor ennyire az elején vagyunk egy ilyen nagy jelentőségű dolognak, nem árt minél előbb bekapcsolódni. Na ez az egyik ok, ami miatt én elkezdtem ezzel az egésszel foglalkozni, és én úgy gondoltam, hogy bizony egy jó dolog kriptovalutát birtokolni. Érdemes-e kriptovaluta tulajdonosnak lenni? Ez volt a másik kérdésem, amit én tudni akartam, és néhány dolgot már az előbb mondtam ezzel kapcsolatban, hogy emlékeznek, amikor azt mondtam, hogy nagyon olcsón, sőt ingyen lehet tranzakciókat indítani
és végezni, tehát küldeni egyik helyről a másikra, és lehet ez akár személyek közötti küldés, de akár jelentheti azt, hogy vásárolok vele, és ilyenkor pillanatok alatt megtörténik a vásárlás, és szinte költség nélkül, vagy nincs is költség gyakorlatilag ezekben a mozgásokban. Ez azért merőben más, mint egy banki tranzakció, igaz, ahol a bank bizony alaposan megvág bennünket, ezt azért tudják mindannyian, hogyha online akarunk vásárolni. Egyszerűen használható éppen ezért, hiszen akár egy bankkártyával, akár egy internetes felületről pár kattintással el lehet küldeni és lehet vásárolni, tehát borzasztóan egyszerű ez a dolog, de ugyanúgy működik egy mobiltelefonról, egy okostelefonról is természetesen, applikációk segítségével tökéletesen működhethető. Biztonságos, nekem ez egy fő kérdés volt, lehetett hallani sok mindenfélét itt, hogy eltűntek felületekről kriptovaluta, kriptovaluták nagyobb mennyiségben akár, és hogy akár lehet hamisítani, na hadd nyugtassam meg önöket, ez ugyan tűnt el, de természetesen ez nem a rendszernek a hibája, hanem felhasználói hibákból történhetnek meg ilyenek. Hamisítani abszolút nem lehet, ez kizárt dolog. Maguk a kriptovaluta rendszerek úgy vannak fölépítve, hogy ez nem fordulhat elő. És hát ha nekem van egy kriptovaluta tárcám, mint ahogy van is, és ezt megfelelően kezelem, megfelelően használom jelszavakkal, applikációkkal védem, akkor gyakorlatilag az teljes biztonságban van, akár egy bankszámlán, vagy egy bankfiókban lenne a pénzen, sőt azt mondom, annál talán nagyobb biztonságban. És hát én azt látom, hogy ez egy jó befektetés is, hogy miért, arra mutatok is példát önöknek. Én talán tegnap délután csináltam ezt a kis táblázatot saját magamnak. Azért hoztam létre, azért csináltam meg, mert kíváncsi voltam arra, hogy az elmúlt egy évben mi történt a kriptovaluta piacon. Érdemes volt-e kriptovalutába mondjuk pénzt tenni? És most valamit hadd mondjak itt gyorsan, mielőtt itt ebbe egy picit belemélyedni. Önök itt most számokat látnak és számokat fognak hallani. Ezt semmiképpen ne tekintsék ígéretnek, mivel itt most pénzről beszélünk tulajdonképpen. Ebbe a sztoriba az, hogy most ilyen tendenciák vannak, akár benne lehet az is, hogy ezek a tendenciák megfordulnak. Mint ahogy benne van az, hogy ezeknek a kriptovalutáknak az árfolyama ingadozni tud, ingadozik is, hol magasabb, hol alacsonyabb, akár benne lehet a veszteség is egy ilyen történetben. Természetesen nem azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, hogy mi veszíteni akarunk mindenképpen, vagy én veszíteni akarok mindenképpen, nyerni szeretnék, és én azt látom, hogy az, amiről most beszélek, az erre alkalmas, de tudjanak róla, hogy ez azért kockázatokat is rejt, és rejthet természetesen, mint ahogy minden pénzügyi dolognál így van, de ugyanez igazán akkor is, hogyha mondjuk egy hagyományos banki, hogy is hívják ezeket, nem jut eszembe a neve, most banki befektetést csinál valaki, abban ugyanúgy ott van a kockázat, és ez így van rendjén. Szóval térjünk vissza egy picit erre a táblázatra, és én ebben összegyűjtöttem azt, hogy a 12 leginkább elfogadott, vagy leginkább ismert kriptovalutával mi történt az elmúlt egy évben. Egyébként ezeket a számokat, ezeket az adatokat én a coinmarket.com-ról, coinmarketcap.com-ról szedtem, utána nézhetnek természetesen, hogy ezek mennyire igazak vagy nem igazak. Tegnapi adatok egyébként, ahogy mondtam, ma már változtak ezek a számok, az első nem természetesen, az első oszlop, de a második már mindenképpen más, ugye ez tegnapi adat, ahogy mondtam. De akkor is jól tükrözi azt, hogy mi a tendencia itt a kriptovaluta piacon. Nézzünk meg néhányat ezek közül, jó? Ahogy látják, a 12 kriptovalutának a nevét itt felsoroltam bal oldalon, Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, stb. Aztán az első oszlopban a 2017 első hónap harmadikai árfolyamot írtam be, a következőbe az egy évvel későbbi, a tegnapi árfolyamot, 2018 első hónap harmadikát látják ott, és azt számoltam ki, hogy ez mekkora növekedést jelent abban az egy évben. Jó? Nézzük akkor meg a Bitcoin például. Egy évvel ezelőtt a Bitcoin árfolyama $1028 volt. Itt dollárban szerepel egyébként minden árfolyam. $1028. Egy évvel később $15,243.
ez az egy komoly növekedés, nem? Pontosan 14,82 század szoros növekedést jelent. Tehát ha valaki mondjuk vett $1 bitcoin egy évvel ezelőtt, annak most ugyanaz a bitcoin mennyiség már 14,82 század bitcoin dollárt ér, és hát ezt nagyobb számokkal is eljátszhatnánk nyilván, majd azért mutatok erre egy érdekes dolgot, de a lényeg az, hogy egy nagyon látványos és nagyon nagy növekedés az, ami történt itt bitcoin tekintetében. Nézzük meg a következőt. A Ripple-ről van szó, és egy évvel ezelőtt ez a kriptovaluta 6000 dollárt ért, tehát 6 centet, akár így is mondhatom, magyarul gyakorlatilag nullát. Persze nem, hiszen valamennyit igen, de nagyon-nagyon kevesebb ez a lényeg az egésznek. Mi történt egy évvel később? 2,93 század dollár lett az érték, amire azt mondhatnák, hogy nem sok, hiszen mondjuk durván 3 dollár, az is olyan nagyjából 800 forint. Viszont ez hányszoros növekedés? Ezt azért nézzük meg, 461-szeres növekedés. Tehát ha valaki vett 100 dollárért Ripple-t tavaly egy évvel ezelőtt, annak ez a 100 dollár értékű Ripple most nem 100 dollárt ér, hanem 46 ezeret. Na ez azért már komolyabban hangzik, ugye? És ha megnézik az összes többi kriptovalutát, hasonló számokat tudnánk nézni, ennyire magasakat nem, illetve majdnem, de mindegyiknél kivétel nélkül növekedés látszik, a következőn ugye Ethereumnál majdnem 100-szoros, a Bitcoin Cashnél 5-szörös, aztán a Cardano-nál mondjuk, ami nem létezett még egy évvel ezelőtt, 2017 októberében indult el, a 50-szeres árfolyam növekedés, aztán van itt a Stellar, ami 343-szoros sát éri az egy évvel ezelőtti árfolyamának, és ha végignézzük, ugye van még egy, ez az NEM 424-szeresét, 100-szorosát, megint 26-szorosát, tehát a tendencia mindenképpen az, hogy egy elég erőteljes növekvő tendencia látszik ebből. Azt azért mondjuk a bitcoin példáján hadd mondjam el, hogy volt a tavalyi évben a bitcoin árfolyama 20.000 dollár fölött is. Most 15.000 dollár. De a tendencia az mindenképpen az, hogy ez egy növekvő tendencia, ahogy mondtam az előbb, árfolyam mozgások bizony vannak benne, nem is kicsik, de a tendencia mindenképpen az, hogy ez egy erőteljes növekvő tendencia. A kérdés az, hogy meddig lehet ez így, vagy így lesz-e a jövőben? Hát, mielőtt erre válaszolok, hadd mutassak, azt mondtam, mutatok egy érdekes adatot. Ha valaki ebbe a 12 kriptovalutába tegyük föl, lett volna ilyen egy évvel ezelőtt, aki azt mondja, hogy oké, én mindegyikből veszek 100 dollárért kriptovalutát, ezeket a fajtákat, amik itt vannak, amikről az előbb beszéltem, ugye ő 1200 dollár értékben vásárolt volna mindegyikből 100 dollárért. Ez lett volna egy évvel ezelőtt. Most, egy évvel később, ha ő nem adja el, nem csinál semmit sem vele, csak az árfolyam emelkedésből származó növekedése, jövedelme több mint 156.000 dollár lett volna. Ez azt hiszem, hogy elég jól érzékelteti azt a potenciált, ami ebben a bizonyos kriptovaluta piacban van, és hát a kérdés az, hogy meddig lehet ez így, vagy fönntartható-e ez egyáltalán, és így lesz ez a jövőben is. Érdemes ebbe belekezdeni most, még amikor ennyire magasan és ennyire gyorsan növekszik ez a piac. Hát szakértők azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon a kezdete ennek a sztorinak, és valóban úgy látszik, hogy ez nagyon-nagyon a kezdete, hiszen most kezdik el igazán fölfedezni az emberek, hogy ez egyáltalán létezik, most kezdik el fölfedezni országok, bankok, hogy ez igazából működőképes, és ezt kell használni, úgyhogy ilyen szempontból valóban nagyon az elején vagyunk ennek a történetnek, és hát azt mondják a szakértők, hogyha most a bitcoinról beszélünk csak, ami az egyik legismertebb és legrégebbi kriptovaluta, hogy ami azzal történni fog, az valami egész különleges, és ez azért sok más kriptovalutára igaz lesz. Most emlékeznek rá, olyan 15.000 dollár körül van az árfolyama, vagy egy kicsit több, mint 15.000 dollár. De mi várható itt néhány év múlva? Azt mondják szakértők, tehát nem én, és ezt ne vegyék ígéretnek természetesen, hogy nagyon rövid időn belül be fog következni, hogy a bitcoin árfolyama eléri a 30.000, majd az 50.000 dollár,
aztán egy-két év távlatában a 100 ezer dollár, sőt nem kizárt, hogy néhány év múlva a bitcoin árfolyama akár 1 millió dollár is lehet. Igen, jól hallották, akár 1 millió dollár is lehet az árfolyama. Na most akkor, hogyha én ma tegyük föl, hozzájutok valamennyi bitcoinhoz, és nem adom el, nem csinálok semmit velem, nem költöm el, holott megtehetném, hanem mondjuk várok néhány évet, jó döntést hoztam? Nem tudom, én nem vagyok jós, és nem fogom tudni ezt kitalálni, de ha hallgatok a szakértőkre, és mondjuk ez bekövetkezik, akkor úgy tűnik, hogy jó döntés az, amit hoztam, és én ma elkezdek kriptovalutát birtokolni, vagy elkezdek olyan tevékenységet csinálni, hogy nekem legyen bitcoinom és legyen kriptovalutám. Igaz? Úgy tűnik, hogy ez egy jó döntés most ma. Aztán, hogy az lesz-e, ez természetesen majd kiderül. De ma minden esetre ez látszik, hogy ez egy jó döntés. És hogy mennyire így gondolják ezt mások is szakértők. Ő a JP Morgannek az elnök vezérigazgatója, akit itt a képen látnak, ő azt mondja, hogy a bitcoin az internetnek tulajdonképpen, illetve nem csak az internetnek, hanem úgy általában az életünknek az új aranya lesz tulajdonképpen. Olyan értéket fog képviselni, és olyan úgy fogjuk használni, mint az aranyat tulajdonképpen. Én elhiszem neki. Ő azért valamit ért hozzá, hogyha Amerika legnagyobb bankjának az elnöke mondja ezt. Én hiszek neki. Én hiszek neki. Ő szakértő, ebben biztos vagyok. És hogyha ez így van, hogy érdemes birtokolni, akkor már csak egy kérdés van, hogy lehet hozzájutni. Itt van négyféle módszere, hogy ezt el lehet érni, hogy én bitcoinhoz jussak. Termékek, szolgáltatások ellenértékeként. Ugye emlékeznek rá, amikor azt mondtam, hogy vannak webáruházak, ahol elfogadnak fizető eszközként kriptovalutát. Ha én létrehozok egy ilyet, csinálok egy terméket, és azt mondom, hogy oké, nem csak euróval vagy forinttal lehet érte fizetni, hanem bitcoinnal is, akkor, ha ezt valaki megveszi és azzal fizet, akkor ez hozzám fog kerülni a kriptovaluta. Igaz? Ez ennyire egyszerű. Lehet vásárolni kriptovalutát tőzsdéken. Nem csak bitcoint, hanem ahogy látták sok-sok más kriptovalutát, ezt meg lehet tenni. Ez is egy jó ötlet lehet, hiszen ilyen módon is hozzá lehet jutni kriptovalutához. Én azért azt látom, hogy a vásárlásban azért vannak veszélyek. Hogyha visszagondolnak, amit a bitcoinról mondtam, ugye volt az egyéves története a bitcoinnak, 1000 dollárról 15 ezer. De volt közben olyan időszak, amikor 20 ezer dollár volt az árfolyama, erre is emlékeznek. Ha valaki akkor vásárolt bitcoint, aztán utána leesett az ára 15 ezer dollárra, hát az annyira nem boldog most. Igaz? Viszont, hogyha valaki 1000 dolláron vásárolt bitcoint egy évvel ezelőtt, az most örül és boldog, mert pont 15-szörösét éri a pénze annak, amiért akkor vásárolt. És ha most eladja, akkor 15-szörösét kereste rajta az eredeti pénzén. Ő meg akkor boldog. Igaz? Tehát ebben a vásárlás kereskedésben ebben bizony vannak veszélyek, ez nagyon komolyan érteni kell, van nekem olyan ismerősöm, aki ezt csinálja, nagyon jól megél belőle, de ő hosszú-hosszú éveken keresztül tanulta ezt a sztorit, és most jutott el odáig veszteségek és hát hullámvölgyek után, hogy már tudja, hogy kell ezt csinálni. Én nem vagyok ilyen, tehát én ezt megmondom, hogy nem is akarom megtanulni. Nekem sokkal jobban tetszik az a módszer, hogy bányászat segítségével jussak hozzá bitcoinhoz, kriptovalutához, konkrétan most bitcoinhoz. Nekem ez egy sokkal egyszerűbben elindítható módszer volt, ráadásul sokkal kevesebb pénzzel elindítható módszer volt, és sokkal kevésbé tűnik kockázatosnak. Úgyhogy én ezt a módszert választottam. Ebből is a két fajta közül azt, ami a számomra elérhető volt. Ugyanis én bányászhatnék akár egyénileg is kriptovalutát, ez azt jelenti, hogy összerakok itthon egy számítógépet, veszek hozzá szoftvert, elhelyezem egy olyan helyen, hogy lehetőleg ne zavarja itt a családot, és ez a gép ez éjjel-nappal megy, termeli a kriptovalutát, nekem a bitcoint, vagy valamilyen kriptovalutát, de közben akár fűti a házamat, mert akkor a hőt termel, fogyasztja az áramomat, és ráadásul mire én ezt létrehoztam, néhány millió forintot bele kellett, hogy tegyek, és mivel már azért elég sokan csinálják ezt, az eredmény nem biztos, hogy kifizetődő lesz, ráfizetés lesz, hogyha kifizetek minden költségét, akkor lehet, hogy amit termelt, azt el is viszik a költségek. Na, én ezt nem akartam, nem is tudtam volna megcsinálni,
nem akarnék ebbe néhány millió forintot beletenni, hogy legyen egy ilyen gépen. Nekem sokkal szimpatikusabb volt a másik módszer, ahogy lehet bányászni, ez a felhő alapú kriptovaluta bányászat, nagyon csúnya angol szóval cloud miningnak is nevezik ezt a folyamatot, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy sokan összeállunk, együtt hozunk létre egy számítógép parkot tulajdonképpen, ami aztán elkezdi bányászni nekünk a kriptovalutát. Mi az előnye ennek? Sokkal kevesebb pénzből, sokkal több mindent létre lehet hozni, és sokkal gazdaságosabban lehet csinálni. Nekem ez sokkal jobban tetszett ez a módszer, mint az előző. De mi kell ehhez? Én azt gondolom, hogy ha mi itt most kitaláljuk, 25-en vagyunk a teremben, hogy hozzunk létre egy ilyen felhő alapú bányásztársaságot, na abba azért bele kell tenni egy kis pénzt, hogy ez gazdaságos legyen. De onnantól kezdve, hogy helyiséget kell bérelnünk, szoftvereket kell vennünk, gépeket kell vennünk, beszereznünk, oda emberek kellenek, akik ezt be tudják állítani. Szóval, hogy ez el tudjon indulni, na ebbe azért néhány millió forintot bele kéne fejenként is tennünk. Lehet, hogy utána eredményesek lennénk, de ezt meg kéne előlegezni. Én sokkal jobban, sokkal jobb módszernek tartom azt, hogy legyen egy olyan cég, csatlakozzunk egy olyan céghez, aki ebben profi, akinek megvannak az eszközei hozzá, gondoskodik mindenről, a teremtől, a helyiségtől, a gépektől, a szoftveren keresztül, azoknak a karbantartásaik, meg mindenről, amiről kell, és ráadásul ezt profi módon csinálja, jó eredményeket tud elérni. Nyilván fontos, hogy legyen egy valós, legális, engedélyezett cégről szó, kapcsolódhasson be bárki, és valóban erről van most szó, bárki, a szó legszorosabb értelmében, és hát nekem fontos szempont volt az is, hogy azért, hogy ha nekem ez tetszik, és én elégedett vagyok vele, akkor én ezt ajánlhassam tovább másoknak, és ezért a cég fizessen nekem valamiféle fajta jutalékot. Na, ezek voltak az én fontos szempontjaim, amikor elkezdtem vizsgálódni, hogy melyik is lenne az a cég, akivel érdemes lenne elkezdeni tevékenykedni. Így került az én látókörömbe az InviaWorld nevű cég. Azok a szempontok, amiket én az előbb elmondtam, ez a cég mindegyiknek megfelel. Ugyanis a legújabb, leghatékonyabb bányászati eszközökkel, számítógépekkel dolgozik. Ezek a gépek is, ha csak az ön saját otthoni számítógépét vesszük alapul, amit tavaly vett az az idén, hát nem mondom, hogy kukába való, de biztos, hogy nem a legkorszerűbb gép, igaz? Ezek a gépek pedig, amivel ezt a bányászati dolgot kell végezni, fontos, hogy mindig a lehető legjobbak legyenek. Az InviaWorldnek saját különálló szerződése van ezeknek a gépeknek a gyártásával, ezért tud hozzájutni mindig a legújabb gépekhez, és a legjobb áron természetesen, amit mi nem tehetnénk meg. Ez csak nagy cégeknek biztosítják a gyártók. Aktívan menedzselt bányászatot folytat, ez pedig egy speciális szoftvert jelent, amivel csak az InviaWorld rendelkezik. Ez a szoftver figyeli a kriptovaluta piacot, és ellentétben a többi nagy bányász cégekkel, mert van ilyen sok, ahogy mondtam, akiknél egy-két-háromféle kriptovalutát bányásznak, az InviaWorld szoftvere figyeli a kriptovaluta piacot, és mindig azoknak a kriptovalutáknak a bányászatára állítja át a rendszer, amelyiket éppen a leggazdagságosabb bányászni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ennek köszönheti az InviaWorld azt, hogy sokkal jobb eredményeket tud elérni más bányász cégeknél. Erről nem akarok most túlzottan sokat beszélni, ez elég speciális dolog. Ha valakit majd érdekel, akkor természetesen tudok ezzel kapcsolatban még majd információt adni. A cég teljesen átlátható, természetesen minden engedéllyel rendelkezik. Ezt megint csak nem én mondom, hanem én olyan ügyvéddel is beszéltem, olyan ügyvédnek az állásfoglalását hallottam, aki alaposan átvizsgálta a céget, minden engedélyét megnézte, tevékenységét megvizsgálta, ezek az ő megállapításaimeket mondok. Ráadásul az InviaWorld-ot rendszeresen vizsgálják az állami, egy ausztriai cégről van szó, egyébként Ausztriában bejegyzett cégről, az osztrák állami pénzügyi felügyelet és más egyéb felügyeletek is, és szerencsére mindig rendben találnak mindent. És ami nagyon fontos, egy 36 hónapi bányászati futamidővel tudunk elindulni tulajdonképpen. Ennyi időt biztosít a saját szolgáltatásából az InviaWorld azzal, aki elkezd vele dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez egy
rendkívül jó dolog, és egy nagyon eredményes dolog tud lenni. Egyébként az ügyvéd urat, akiről az előbb beszéltem, itt láthatják. Egy előadását láttam én, ahol erről a cégről beszélt, és a minden egyéb hozzá kapcsolódó dolgot elmondott. Bárki bekapcsolódhat, ez nagyon-nagyon fontos, de nem kell nagy összegekre gondolni, amivel el lehet indítani egy ilyen komoly dolgot, hanem már akár egy minimális összeggel is meg fogom mutatni, hogy hogyan el lehet kezdeni tevékenykedni és kriptovaluta tulajdonosnak lenni. Mit kell tenni? Ez fontos, hogy el tudjon indulni ebben az üzletben, és mit tettem én, amikor én ezt elkezdtem. Megvásároltam tulajdonképpen egy bányászati gépet. Ez egy virtuális gép természetesen, ez nem az enyém. Inkább én úgy mondanám, hogy a cég összkapacitásából, bányászati kapacitásából, amit sok-sok számítógép összteljesítményét jelenti, én abból vásároltam meg egy részt. Ez a cégnek a szolgáltatása egyébként, az összbányászati kapacitásának bizonyos részeit ő szolgáltatásként eladja bizonyos időre, konkrétan 36 hónapra. Aztán ugye szoftvereket szerez be és telepít a cég természetesen, ezt a bizonyos szolgáltatást ezt beállítja számomra a hálózatban, és amikor mindez megvan, ugye díjazásként megkapjuk a kriptovalutát, a coinokat tulajdonképpen, ezt minden nap a cég jóváírja a számlánkon, onnantól kezdve, hogy elindul ez a szolgáltatás. Tehát ez egy ilyen komplett informatikai szolgáltatás tulajdonképpen, amit meg tudunk vásárolni, majd a cég ezt biztosítja a számunkra 3 éven keresztül. Ez egy rendkívül jó dolog, és nagyon egyszerűen elindítható, egy nagyon egyszerű vásárlással, és utána gyakorlatilag semmi dolog nincs vele, mert 3 éven keresztül ez működik, azon kell gondolkoznunk, hogy a keletkező kriptovalutával mit kezdjünk, fölhasználjuk, vagy megtartjuk, értékesítjük, bármit csináltunk vele, ez a lényeg az egészben. Mi az, amiből lehet választani? És amikor itt csomagokat említünk, ezek alatt bányászati kapacitást értünk, ezt ne felejtsék el, ez a cégnek a szolgáltatása, ahogy mondtam, és ahogy látják, már egy egészen kicsi összeggel be lehet kapcsolódni, kriptovaluta tulajdonossá lehet válni ebben a lehetőségben, már 100 euróval el lehet indulni benne. Aztán a következő csomag 600, majd 3500, 7000, 10500, 21000 euró, és vannak ennél nagyobbak is, meg fogom mutatni, de az, hogy ki melyiket választja, és kinek mi az, amivel el tud indulni, ez természetesen mindenki saját maga tudja eldönteni. Pénztárca függvénye nyilván, egy másik pedig, hogy ki mit akar ebből kihozni, ki mit akar elérni. Mert mi a különbség a csomagok között? Erről azért hadd mondjak pár gondolatot. Ahogy látják, az első csomagban 3 megahertz per szekundum bányászati kapacitást fog a cég adni. Hogy ez pontosan mit jelent, hadd ne fejtsen most ki, mik ezek a megahertzek meg egyebek. Inkább gondoljunk arra, hogy mondjuk ez 3 darab számítógép, ami elkezd nekünk aztán kriptovalutát termelni, nem az. Nem 3 gépről van szó, de a szemléletesség kedvéért beszéljünk most inkább számítógépekről, nem megahertzekről, jó? Az olyan megfoghatatlan dolog. 3 számítógép. A második csomagban, ami 600 euróba kerül, ugye az ára 6-szorosa az előzőnek, de ha megnézik a benne foglalt kapacitás mennyiséget, az több, mint a 6-szorosa, 6-szorosa plusz 1 még. Tehát én azt gondolom, hogy ár-érték arányban ez mindenképpen jobb választás, mint az első. Ugye 3x6 18 plusz 1 az 19. És ha megnézzük a következő csomagot, ugye 3500 euró, ott már nem 3, nem 19, hanem 115 gép, ami termeli nekünk a kriptovalutát, tehát nagyságrendekkel jobb eredmény érhető el vele. Az ára pedig, ha megnézik, a kevesebb, mint a 6-szorosa az előzőnek, 100 euróval pontosan, tehát mondhatjuk úgy, hogy 100 euró kedvezményt kaptunk az előzőhöz képest, illetve a teljesítmény, amit kaptunk, az nem 6-szorosa, hanem 6-szorosa, plusz itt is egy gépet még grátisban kapunk tulajdonképpen a cégtől. Na azt gondolom, hogy
Ez egy nagyon-nagyon jó választás tud lenni, természetesen akkor, hogyha valakinek rendelkezésére áll ekkora összeg, és azt mondja, hogy oké, én ezt az összeget rá tudom szánni, nem kenyérre kell, és nem a, nem tudom, lakáshitelemnek a törlesztésére, vagy ad mondjam, bármi más ilyesmi. A lényeg az, hogy ez egy olyan eszköz, ami szabadon felhasználható, pénzeszköz, ami szabadon felhasználható. Látom itt a kérdéseket, válaszolni fogok rá, hogyha végére értem az egésznek, jó? Nos, és aztán az összes többi csomag kétszerese az előzőnek, a benne foglalt kapacitás is kétszerese az előzőnek, azért nem fogom ezeket végig sorolni, mert ez most már a következőkben így lesz, és itt látnak még néhány csomagot, itt azért vannak egészen komoly nagy számok is, mondjuk 1 millió 800 eurós csomag is például, vannak akik ezt választják, nyilván hát ezzel azért már nem kevés pénz kell, de ezekkel nagyon-nagyon komoly eredmény érhető el, és rendkívül sok kriptovalutához lehet jutni vele. Nos, ez az a módszer, amivel a véleményem szerint a legkisebb költséggel és a leghatékonyabban kriptovalutához lehet jutni, és ez az a mód, ahogy itt az India World-el el lehet kezdeni tevékenykedni. Nos, tudom, hogy lesznek olyanok, akiket csak ez a része érdekel. Azt is tudom, hogy ilyen ember a világon most elég sok van, és nem csak a világon természetesen, hanem az én ismeretségi körömben nagyon-nagyon sok van, akiket érdekel az, hogy lehet kriptovalutához jutni. Az önök ismeretségi körében is elhihetik, hogy rengetegen vannak, akik figyelik ezt a dolgot, és egyre inkább az az érzés keletkezik bennünk, hogy hú, de jó lenne valamilyen módon kriptovalutához jutni. Ez egy olyan módja ennek a sztorinak, ami szerintem az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy kriptovalutához jussunk. Én azt mondtam valamikor itt az elmúlt néhány percben, hogy nekem fontos volt az, hogy legyen ennek a cégnek egy továbbajánlói rendszere. Ha én elégedett vagyok valamivel, mondjuk egy autószerelővel, és az egyik ismerősöm megkérdezi tőlem, hogy figyelj, de baj van az autómmal, te hova szoktad hordani az autódat? Akkor én nyugodt szívvel tudok javasolni valakit, akkor én ezt megteszem, igaz? Miért? Mert elégedett vagyok vele, tudom, hogy jól dolgozik, tudom, hogy nem kell sokat fizetni majd, és akkor azt mondom, figyelj, ott van az én autószerelőm, vidd oda az autódat, még esetleg abban is segítek, hogy fölhívom, és bejelentelek téged, összehozlak vele, aztán vidd az autódat és csináltasd meg. Igaz? Ez egy természetes dolog. Hasonló a helyzet itt a mi üzletünkben is. Ha én elégedett vagyok vele, már pedig látom az eredményeket, nálam azért ez már elindult ez a folyamat, ez a bányászati folyamat, és látom, hogy valóban úgy történik minden, ahogy a cég ezt megígérte, én ezt szívesen ajánlom tovább. És mivel ez nagyon sok embert érdekel, ez egy jó üzlet is, egy plusz bevételi lehetőség, amellett, hogy a kriptovaluta termelődik a számomra, és abból is jövedelem származik. Úgyhogy én nagyon szívesen foglalkozom ezzel a dologgal, és ha valaki megkérdez, és kéri a véleményemet, hogy hogy lehet ebbe bekapcsolódni, vagy érdemes-e ezt elkezdeni, én el szoktam mondani a saját példámat, mint ahogy ma önökkel is ezt megosztottam, aztán valaki úgy dönt, akkor meg tudom mutatni, hogy hol kell ilyet csinálni, hol kell egy olyan inviás felületet csinálni, ahol aztán el lehet kezdeni kriptovalutához jutni. És ezt a cég az én számomra díjazza, jutalékot fizet ezért. Na, ez egy rendkívül jó dolog, és ha van önök között olyan, aki épített már hálózatot, dolgozott már valamilyen cég partnereként, továbbajánló partnereként, esetleg, ha ismerős a szó, nyilván, hogy az network marketingben tevékenykedett, akkor most figyeljen jól, mert ez a következő néhány perc ez az önök számára szól, és önöknek ez lehet, hogy egy fontos információ lesz. A cégnek van természetesen egy kompenzációs terve, ami annyit jelent tulajdonképpen, ez a terv foglalja magában a különböző továbbajánlásból származó teljesítményeknek az elismerését, díjazását, tulajdonképpen így foglalhatom össze. Egy 8 szintes unilevel tervről van szó, ha valaki jártas network marketingben, vagy ismeri ezeket a rendszereket, akkor tudja nagyjából, hogy ez mit jelent. Ha nagyon egyszerűen le akarom fordítani ezt a dolgot, ez azt jelenti, hogy én ha tovább ajánlom embereknek a cégnek a szolgáltatását, és nekik tetszik, és azt mondják, hogy oké, akkor kezdjünk el ebben tevékenykedni, ők akkor csatlakoznak hozzám ebben a dologban, ők az én struktúrámban
mindannyian egymás mellett, ha ezt így virtuálisan meg tudják elképzelni, fognak elhelyezkedni. Hogyha valaki közülük csinálja ezt hasonlóan, mint ahogy én, őneki is lesznek majd olyanok, akik azt mondják, hogy érdekli őket, az az ő struktúrában, ő alatta fognak elhelyezkedni, hozzám képest a második szinten. Igaz? És ez folytatódik 8 szinten keresztül abból a szempontból, hogy 8 szinten, a 8 szinten létrejövő forgalom után kapok én majd jutalékot ebből a sztoriból. Természetesen a hálózat sokkal tovább fog épülni, hiszen a 8. szinten nem áll meg ez a dolog, de a cég a 8 szintből származóan fizet jutalékot. Egy nagyon komoly bónusz rendszere van a cégnek, meg fogom mutatni, ami sehol máshol nincs, és nem fognak ilyet találni sehol máshol. Passzív jövedelem, és ez 100%-ig passzív jövedelem, az alsó vonala aktív bányászati tevékenységéből, vagy teljesítményéből, bocsánat, mit jelent ez? Amikor valaki megvásárolja a cég egy bizonyos a kapacitásából egy bizonyos részt, ugye ott elkezd kriptovaluta termelődni. Ebből lehet részesülni teljesen passzívan. Nem kell érte tennem semmit sem, csak idézőjelben. És ugye segítenem kell azt, hogy egy struktúra fölépüljön, cserébe a cég mit csinál? Egy folyamatosan áramló passzív jövedelem forrás biztosít. Na, amikor én erről hallottam, ez úgy, ebbe úgy beleborzongtam, végig gondoltam, hogy 8 szint, Atya Úristen, ott hány ember lehet majd, nem tudom, de rengeteg is lehet, természetesen, és hogyha az ő gépeik, vagy az ő kapacitásuk mind-mind termel, abból én mind-mind kapok egy pici részt. Szóval ez egy olyan kép az én fejemben, egy olyan jövőkép, ami miatt azt mondtam, na ez nekem feltétlenül kell. Vannak olyan szintek is ebben az üzletben, ahol a világ forgalmából lehet részesülni, az azért egy nagyon komoly szám tud lenni, ezt azért gondolhatják. Ami még fontos itt, hogy természetesen vannak képzéseink, és jutalom utak is, talán céges képzések is, és jutalom utak, amiből részesülni lehetne, ez egy külön sztori. Nem akarom én ezt az elejétől kezdve, ezt a teljes marketing tervet, vagy kompenzációs tervet végig sorolni, de azért nagy vonalakban fussunk végig rajta. Amikor valaki elkezdi ezt a tevékenységet, csatlakozik a céghez, már akár 100 euróval is, akár csak 100 euróval, ebből a fajta kifizetési tervből már részesülni tud. Az első 2 szintből legalábbis, ha valakit ő majd csatlakoztat saját magához, az új csatlakozónak, a hozzá csatlakozónak a vásárlásának az értékének 7%-át fogja megkapni. Tehát tegyük föl, ön csatlakozik ma mondjuk 100 euróval, aztán elmondja néhány ismerősének ezt a történetet, vagy elhívja őket egy ilyen tájékoztatóra, mint ez a mai, és akkor majd én elmondom. Aztán úgy döntenek, hogy csatlakoznak őhöz, tegyük fel mondjuk akár 700 euróval csatlakoznak, mondjuk egy 600-as meg egy 100-as csomaggal, akkor ön ennek a 7%-át fogja megkapni, az, jaj, de gyorsan akartam számolni, az 10, az 7 euró, így van. Ennyit fog kapni jutalékként. És ez minden egyes esetben, amikor ugye ez megtörténik, ahányan csak csatlakoznak önhöz. Ha ugyanez a második szinten történik már, tehát egy szinten lejjebb önhöz képest csatlakoztatnak valakit, onnan 5% jutalékot fog kapni, és ez már elérhető a 100 eurós csatlakozással. Tehát innen már bevétele származhat, és hogyha most azt mondja, hogy oké, én 100-zal el tudok indulni, de mikor lesz ebből 600 majd mondjuk, hát ebből a fajta tevékenységből ezt elég gyorsan el lehet érni, hogy legyen mondjuk saját 600 eurós csomag. Ugyanis a harmadik szintből, ha részesülni akarok már, ugye az a hozzám képest harmadik mélység, ott már szükségem van arra, hogy legyen nekem egy minimum 300 euró összértékű bányászati kapacitásom, az 3 darab 100-as csomag mondjuk. És ha ezt nem birtoklom, akkor nem fogok innen részesedést kapni. Ha igen, akkor viszont már fogok kapni innen is részesedést, 3%-ot. Ez így érthető, ugye? Egy nagyon érdekes része még ennek a történetnek, hogy már a második szinten bónuszokat fizet a cég. Akkor, hogyha elérek egy bizonyos összforgalmat, csapatforgalmat, nem nekem kell egyedül ezt megcsinálnom, hanem a csapatommal együtt, mondjuk 1000 eurót a második szinten, ha elérek, akkor már 50 euró bónuszt fizet a cég. Ha a harmadik szinten 5000 eurót elérek
összforgalmat a csapatommal, akkor már 200 euró bónusz fizet a cég. És aztán, ha elérkezünk a negyedik szinthez, ugye ez egy vízválasztó ebben az üzletben egyébként, ugyanis itt egy nagyon érdekes dolog történik. Először is, ahhoz, hogy én ebből ennek a szintnek, ugye a hozzám képest negyedik szintnek a forgalmából is részesülni tudjak, kell rendelkeznem egy saját 600 eurós bányászati kapacitással. Azt meg tudom venni az előzőeknek a jutalékaiból tulajdonképpen. De történik még egy érdekes dolog, hogyha itt összforgalomként a csapatommal együtt 25 ezer euró forgalmat elérek, akkor itt a cég 1000 euró bónusz fog fizetni. Ez már azért komolyodik, igaz? Még egy érdekes dolog történik. Itt ettől a szinttől kezdve megnyílik ez a bizonyos 100%-ig passzív jövedelem. Ahogy látják ott a passzív hashpower, ezt a kifejezést ott alatt a százalékok vannak, innentől kezdve négy mélységből részesülni fogok az a struktúrámban működő bányászati kapacitások teljesítményeiből. Mégpedig amik az első szinten működnek, ugye megvásárolt csomagokról van szó, és az azokban működő kapacitásokról, onnan 1%-ot kapok, egy elejéből 0,8-at, 0,7-et, 0,7-et. Na ez az a 100%-ig passzív jövedelem, ami nagyon-nagyon komoly tud lenni, komoly értéket tud képviselni egy idő múlva, hiszen emlékeznek a bitcoin árfolyamra mondjuk. Ez most lesz valamennyi, de később ki tudja ez mennyit fog érni, szóval ebben nagyon komoly potenciál rejlik. És hogy ez az egész dolog igazságos legyen, és nehogy az legyen, ne lehessen az, hogy én majd hozok egy valakit be ebbe a struktúrába, aki aztán dolgozik, mint az őrültek, és majd ő fölépíti nekem az üzletemet, kell lennie minimum két üzleti lábnak, amik működnek, és a forgalomba a két üzleti láb, illetve bocsánat, egy üzleti láb, a legerősebb üzleti lábnak is csupán a fele számíthat bele, tehát mondjuk ebben az esetben maximum 12.500 euróig számíthat bele, az összes többi forgalmat azt az összes többi lábnak kell összeadni. Amit még meg akarok mutatni a következő négy szintből, itt a bónuszok, amik igazán érdekesek, az én számomra nagyon-nagyon vonzóak, ugyanis mondjuk az ötödik szinten ez már egy 5000 eurós bónusz, aztán 20000, aztán 40, aztán 160000 eurós bónusz. Van ebben az üzletben egyébként egy német fiatalember, aki ezt már megcsinálta, körülbelül 3 hónap alatt ért el ezt a forgalom szintet, ugye ez 3 millió eurót kellett elérni, de ez már megvan, és ő megkapta ezt a bónuszt már. Illetve, hogyha megnézik még, amik érdekesek, azok a százalékok, amit az egyes szintekből aztán jutalékként fizet a cég, ugye forgalomról beszélek most, ez 0,5% már a 8. szinten, és ami nagyon-nagyon érdekes, és ami nagyon-nagyon fontos, természetesen az egyes szintek elérésével mindig egy újabb szint nyílik meg ez a bizonyos hashpowerhez. Tehát amikor én elérem az 5. szintet, akkor már 5 mélységről fogja a cég a számlámra könyvelni mindig ezt a bizonyos bányászati kapacitásokból származó bitcoin mennyiséget. A 6. már 6 mélységből, és így tovább a 8. már 8 mélységből fogja ezeket a cég könyvelni a számlámra. Na ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Hogyha önök építettek már hálózatot, vagy foglalkoztak ilyesmivel, ennek föl tudják mérni az erejét szerintem, azt a lehetőséget, ami ebben rejlik, és én azt gondolom, hogy érdemes egy picit dolgozni azon, érdemes néhány embernek megmutatni ezt a sztorit, hogy mi az, amit ezzel el lehet érni. És ahogy mondtam, részesülni lehet a világ összforgalmából is, ezeken a szinteken már erről van szó, és ha megnézik a bónuszokat, azok már azért elég komolyak, nagyon-nagyon komolyak, 360 ezer euró, 700, 1 millió euró, amihez már mondjuk azért kell 100 millió euró forgalom, és ez most úgy olyan elképzelhetetlennek tűnik, és azt mondhatják, na ilyet aztán a világon senki nem fog csinálni. Hát hadd mondjam el önöknek, hogy a cégünknek az egyik tulajdonosa, a többségi tulajdonosa egy előző üzletben, amiben ő tevékenykedett hálózatépítőként, ő több mint 100 millió eurós forgalmú struktúrát épített föl, ha jól emlékszem a számra, a legutolsó, amit hallottam, 160 millió eurós forgalmat létrehozó struktúrát épített föl. Szóval ez nem lehetetlen, és lesznek emberek, elhihetik, akik ezt meg fogják csinálni, hogy ekkora forgalmat föl fognak építeni.
Nyilván ehhez kell egy cég, kell egy jó szolgáltatás, és kell az, hogy legyen egy olyan kompenzációs terv, ami ezt ki fogja fizetni. Na hát, ez most itt, minden itt van a mi kezünkben, és ez az a lehetőség tulajdonképpen, amibe most be lehet kapcsolódni. Nem tudom önöknek erről mi a véleménye, fogalmam sincs. Ezt majd önök eldöntik pontosan, hogy érdekes lehet ez az önök számára, vagy nem. Én azt azért tudom, viszont mert azért elég sok mindenkivel beszélgettem már hasonló ügyben, hogy három kérdés mindenképpen fölmerül ilyenkor. Mennyire egyszerű ez? Azt kell, hogy mondjam, hogy elég egyszerű, én ezt tapasztalom nap, mint nap, hogy elindulni borzasztóan egyszerű egy vásárlás, amit meg lehet tenni háromféle módszerrel, négyféle módszerrel lehet ezt a vásárlást elintézni, akár olyannal is, ahol mondjuk 10 másodpercen belül megvan véve a csomag a regisztráció követően. Tehát ez egy borzasztóan egyszerű dolog, de bankszámláról is lehet utalni természetesen. Van hozzá mindenféle segítség, hogy ezt hogy kell megcsinálni, tehát szerintem nem túl bonyolult. Aztán nem kell érteni hozzá, hogy működik ez az egész folyamat, ehhez a cég ért, és nagyon jól ért hozzá természetesen, úgyhogy ennél egyszerűbb dolgot én nem tudok elképzelni. Tudom-e csinálni? Hát, hogy tudja-e csinálni, ezt nem tudom. Ajánlotta már valakinek, egy ismerősének mondjuk, amikor a Tesco-ban látott egy jó akciót, hogy figyelj, menj oda, mert ott most nagyon olcsó lehet vásárolni például, vagy nagyon jó cuccot lehet venni. Volt már ilyen? Vagy ajánlott egy ismerősének egy jó mozifilmet? Vagy egy autószerelőt, ugye, amiről az előbb beszéltem? Biztos vagyok benne, hogy igen. Csak van egy borzasztó nagy különbség az előzőekkel kapcsolatban meg itt, hogy ott nem adtak érte semmit. Ugyanezt meg tudja tenni itt is, hogy ajánl egy jó dolgot egy ismerősének, itt megfizetni fog érte a cég. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, és azt hiszem, hogy ezt talán nem olyan túlzottan nehéz megcsinálni. Kap-e hozzá valamilyen segítséget? Na, ez egy fontos kérdés. Az üzletépítéshez többféle segítséget is tudunk adni. Az egyik például ez az eszköz, amit most ön is lát. Hetente kétszer van ilyen online tájékoztatónk, ahova el tudja küldeni a jelöltjeit, ismerőseit. Nem önnek kell bemutatni ezt az üzletet az elejétől a végéig, hanem megteszi itt majd valaki. Vagy én, vagy valamelyik munkatársam. Úgyhogy önnek nem kell gyakorlatilag csinálni ezzel semmit sem. Jaj, bocsánatot kérek. Husza. Egy kort vizet innom. Aztán, ami segítségként még elérhető. Tudom, hogy azért vannak technikai feltételei ennek az egész dolognak. Regisztrálni kell, pénzt kell befizetni, meg egyebek, meg ki kell venni majd a pénz belőle. Ezt hogy kell csinálni, ezt nyilván jó lenne megtanulni. Van ehhez egy nagyszerű segítségünk, van egy támogató oldalunk, ahol minden információ ott van videók formájában, ami ehhez ennek az üzletnek a működtetéséhez szükséges. Onnantól kezdve, hogy kell regisztrálni, hogy kell csomagot venni, hogy lehet kiküldeni pénzt különböző felületekre, tehát minden megtalálható ezen az oldalon segédvideók formájában. Ezt tudja használni ön egyrészt, amikor regisztrál már, másrészt tudja továbbadni majd a leendő munkatársainak, és így nem önnek kell majd megtanítania mindenkit erre a sok-sok mindenféle dologra, hanem azt tudja mondani, hogy figyelj, ott van a támogatóddal, menj, aztán nézd meg a videót, hogyha valaki megkérdezi, hogy oké, de hogy kell megvenni a csomagot? Ennyi a válasz. És ezt szerintem meg lehet csinálni bárkinek. Van titkos Facebook csoportunk, ahol ott van mindig minden információ. Van Skype csoportunk, tehát segítség van bőven, vannak emberek is, akik önnek segíteni tudnak, hogyha arra lenne szükséged, személyes segítségre természetesen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most annyira együtt van minden ebben az üzletben, hogy nyilván munkanélkül nem fog menni, hogy itt bárki is pénzt keressen, vagy komoly pénzt legalábbis, de ha valaki ebből a részéből is ki akarja venni a részét, én azt gondolom, hogy annak érdemes most egy pici időt, pici energiát, pici munkát beletenni, mert hát hallottam már azt, ugye, hogy jókor, jó időben, jó helyen lenni, az azért sokat tud jelenteni. Tudom, hogy nem minden, de amikor ezek itt vannak, kézzelfoghatóak, akkor tényleg nem kell más hozzá, mint beletenni egy pici akaratot, egy pici lendületet talán, és akkor komoly dolgokat lehet csinálni. Nos, én ennyi információt akartam elmondani ezzel kapcsolatban, hogyha
önnek további információra van szüksége, akkor javaslom, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal az emberrel, aki önt meghívta ide, vagy akár vegye fel a kapcsolatot velem is, nagyon szívesen válaszolok kérdéseire, és találkozzunk legközelebb, mi is van ma? Ma csütörtökön, jövő hétfőn, akár már önnel is úgy, hogy partnerként üdvözölhetem majd ebben a teremben, vagy egy munkatársam üdvözölheti ebben a teremben, és akár úgy, hogy már ön is meghívta ide a saját jelöltjeit, és elindult ebben az üzletben. Talán ez lenne a legjobb az ön számára is, de ahogy mondtam, ez majd ön pontosan el fogja tudni dönteni. Köszönöm a figyelmet, ennyi volt ma estére, és akkor a két kérdésre még hadd válaszoljak gyorsan, illetve majd, amikor befejeztem azt is, akkor még egy videót hadd indítsak el, egy kicsi kezdcsinálóként ahhoz, hogy azok, akik komoly eredményt értek már el itt az Indiánál, milyen jutalomban lehetett részük, a cég elvitte őket egy jutalomútra. Erről fogok majd egy rövid videót még megmutatni. Na nézzük akkor a két kérdést. Mi a különbség a Bitcoin és a Bitcoin Cash között? Van köztük különbség természetesen, de hadd ne válaszoljak erre. Most ez annyira speciális kérdés, hogy nem hiszem, hogy most erről kéne beszélnünk. Szívesen, ha megkeres személyesen, szívesen elmondom. Mi történik, ha letelt a 36 hónapnál? Ez már egy olyan kérdés, ami érdekelhet mindenkit. Természetesen, ahogy mondtam, minden csomag a vásárlás után 36 hónapon keresztül működik. 36 hónapon keresztül termel, amikor letelt a 36 hónap, ez a csomag befejezte a termelést is, megszűnt. Két számban, ennyi. A közben keletkezett kriptovalutát én szabadon felhasználhatom bármikor, amikor ott van a számlámon és elért egy bizonyos mennyiséget, akkor én ezt annak kiküldhetem, vásárolhatok vele, elkölthetem, azt csinálok, amit akarok, sőt, hamarosan lesz az Indiának saját bankkártyája, akár akkor már ki se kell küldenem onnan, hanem ezzel a bankkártyával föl tudom használni, ha akarom természetesen. Az semmi nem tiltja, hogy bárkinek bármennyi csomagja legyen, tehát ha én úgy gondolom, hogy mondjuk egy-két hét múlva, vagy egy-két hónap múlva akarok egy új csomagot venni, akkor veszek egy új csomagot. Akár a webirodámban lévő jutalékból ezt meg tudom tenni, akár abból a bitcoinból, ami a webirodámban keletkezett, meg tudom tenni. De bármennyi csomagom lehet, és ezzel bármeddig kitolhatom tulajdonképpen az én kriptovaluta bányászatomat, akármeddig. Úgyhogy ennek nincs felső határa, és senki nem fogja megtiltani. Oké, remélem, hogy tudtam értékes információval szolgálni, és ahogy mondtam, találkozzunk akkor jövő hétfőn már önnel is ugyanebben a teremben és az ön meghívottjaival. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor most jön az a videót, amit ígértem. Legyen egy nagyon jó éjszakájuk, és legyen egy nagyon jó döntésük, mert ezt tudom csak kívánni önöknek. Viszontlátásra legközelebb!